Hölgyeim és Hölgyeim, jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy mindenek előtt a ma esti exit pólok alapján mondjak néhány gondolatot a magam nevében, a kollégáim nevében. És az első gondolat az, hogy köszönjük a magyar emberek bizalmát. Köszönjük azt, hogy elmentek ma szavazni, és nagy erőt ad nekünk, hogy minden nehézség ellenére ott voltak az urnáknál, és kiállt a közösség, és megmutatta, hogy Romániában, Erdélyben egy erős magyar közösség él, tudja, hogy honnan jön, tudja, hogy hol tart, és tudja, hogy hogyan szeretne jövőt építeni. Engedjék meg, hogy megköszönjem azoknak is, akik az első pillanatokban bizalmatlanok voltak, de akik az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban meggyőződtek arról, hogy az erdélyi romániai magyar képviseletnek a parlamentben nincsen alternatívája. Viszonylag alacsony volt a részvétel, ennek ellenére a magyarok nagy számban mentek el szavazni, és ezen a választáson is a romániai magyar közösség visszaigazolta azt, hogy tudja és érti, hogy csak egy erős magyar képviselet jelent komoly politikai erőt. Most úgy látszik, hogy abból a negatív spirálból ki tudunk jönni, megfordulni látszik az a rossz tendencia, amit az elmúlt választásokon észleltünk, és ez azt jelenti, hogy magasan az 5% fölött vagyunk. Az arányos képviselet azt jelenti, hogy 6% fölött vagyunk, 6,3% az arányos képviseletet jelent. És ez azt is jelenti, hogy az összefogás, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt összefogása, a belső szolidaritás, a szorvány és a Székelyföld, a tömb összefogása meggyőzte a magyar embereket, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és partnerei elkötelezettek a magyar ügy iránt, elkötelezettek az iránt, hogy az országot jobbá tegyük, Romániát jobbá tegyük, és ezzel a programmal, amit mi javasoltunk, amit felmutattunk ezekkel a jelöltekkel, ennek az útnak neki tudunk vágni. Azon kell dolgoznunk, hogy azt, amit a választási kampányban is mondtunk, azt, hogy Erdély a jövő, azt, hogy Erdélyben a jövő, azt, hogy egy jobb Romániát akarunk, azt a mindennapi munkánkkal, a döntéseinkkel, szavazatainkkal valóságá tegyük, a mi programunkat megvalósítsuk. Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem tehát a választóinknak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség választóinak, a Magyar Polgári Párt választóinak, és azoknak az választóknak, akik elmentek mindannyian, azt erősítik, hogy itt van a jövőnk ebben az országban. Nekünk minden választás fontos, azzal teszi a felelősségünk, hogy az erdélyi magyarság egészét képviseljük, azokat is, akik esetleg ma nem vettek részt a választáson, azokat is, akik ma esetleg máshová tették azt a bizonyos pecsétet. Az RMDSZ ereje az erdélyi magyarok ereje is fordítva. Az erdélyi magyarok erejét a parlamentben, a romániai parlamentben az RMDSZ fogja képviselni. A sikerünk pedig közös siker, és én ennek szívből örülök. Bár még nem véglegesek az eredmények, és nyilván meg kell várnunk a végleges eredményeket, de a mostani előrejelzések, a mi belső előrejelzéseink és az eddigi visszajelzések is bizakodással töltenek el, és ez a választás nem csak annyiról szól, hogy hány képviselőnk lesz a parlamentben, hanem legfőképpen arról, hogy milyen jövőt képzelünk ennek a régiónak, ennek az országnak, és benne természetesen a magyar embereknek. A választóink támogatták a programunkat, nekünk pedig az a fontos, hogy a közösségünk jogai megerősödjenek, és újabb jogokkal tudjuk bővíteni azokat az eddig elért eredményeket, amelyek mögöttünk vannak. Ezekért minden nap meg kell harcolnunk. A gyermekeink jövője a fontos, és feladatunk az oktatásban egy olyan változtatást elérni, ami versenyképessé teszi a felnövekvő nemzedékeket. Az infrastruktúra fontos, a munkahelyek, és mindazoknak a jövője, mindazoknak a léte, akik sokszor önhibájukon kívül a perifériára szorultak. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak is, akik mellettünk voltak, a jelöltek mellett, a megyei és a helyi szervezeteinknek, az országos kampánystábnak, természetesen polgármestereknek, alpolgármestereknek, helyi önkormányzati vezetőknek és az önkormányzati képviselőinknek, mindazoknak a partnereinknek országon belül és ország határain kívül, akik ezekben a napokban segítettek bennünket.
Holnaptól pedig vár a munka, vár egy olyan munka, ami a következő négy esztendőben nem szólhat egyébről, csak a közjóról, a közérdekről és a magyar érdek képviseletéről. Én azt gondolom, hogy alapvetően az lenne a legfontosabb, a mi szempontunkból, erdélyi magyarok szempontjából, hogy a román többség és az erdélyi magyarok között szülessen egy olyan új szerződés, ami mindenki számára egyenlő jogokat, esélyegyenlőséget biztosít, és biztonságot, nem csak akkor, amikor a szociális gazdasági kérdésekről van szó, hanem akkor is az erdélyi magyarok esetében, amikor az identitásról, az identitás biztonságáról van szó. Ezekkel a gondolatokkal folytatjuk azt a munkát, amit teszünk most már 26 éve, és az új csapat, az új szemlélettel, új megközelítéssel a közjó, a közérdek és a magyar érdek képviseletét fogja végezni nagy-nagy alázattal és sok-sok munkával. Köszönöm szépen a figyelmüket, elmondom románul is, majd ha van kérdés, akkor igyekszünk válaszolni erre.